Vilmos Dengė vadinasi. Hubert Vilmos, rendkívül komplikált alak. A gyengesége, meg az önzősége mind abból fakad, ami érte őt, ami trauma érhette gyerekkorában, az egész élete során. Ez egy kisiklott, egy nyomorult élet, egy kisiklott élet, amiben ő él. És minden, amit tesz, vagy nem tesz, az önzősége, a látszólagos kegyetlensége, a kár örömei, az mind azért teszi, hogy még nyomorultabb legyen, még rosszabb legyen, mint ami érheti. És ez mind abból fakad, hogy egy folyamatos halálvágy lengi körül, nem tud ebből szabadulni, és nem csak akar. Hogy lehet így egyáltalán élni? Tehát ez nem életén, ahogy én olvastam ezt, átéltem. Tulajdonképpen ez egy folyamatos gyötrődés, és ráadásul szenvedést okoz másoknak, azon kívül természetesen saját magának is. Igen, számomra is talán ezek a figurák, nyomorult figurák rendkívül a létezésnek az alján, a küszöbén élők, akik próbálnak boldogok lenni, vagy szeretnének boldogok lenni. Az én hadd legyek boldog, József Attilai mondat lengi be folyamatosan a darabot, az életüket. De természetesen egymáson át tudnának, vagy keresztül tudnának csak boldogok lenni, de senki, semmelyikük nem tudja meglépni azt, hogy a másikat szeresse, mert egyik se akar már sérülni. Mindegyik sérült ember, mindegyik rendkívül az önpusztulás, a másik meg nem értésén keresztül képtelenek ebből kitörni, és képtelenek találni válaszokat. Természetesen mindenki a másikra van utalva, és nem tudnak ebből kitörni. De egy tulajdonképpen csak a szeretet lenne a megoldás? Ez az egyetlen egy lépcső, és akkor megoldódna minden? Természetesen nem, hát a körülmények, a sivársága látszik a színpadunkon, nagyon konkrétan van fogalmazva, nincs túl cizellában, nagyon pontos érzelmi hatást gyakorolnak majd a nézőre. A pénztelenség, a nem törődönség, az egymásra való nem figyelés. Ezt a Huber úgy döntött, hogy ő ezt direkt csinálja. Ő nem hajlandó tovább tenni egy lépést sem azért, hogy a boldogságot megtalálja. Természetesen a nőkbe való menekülése, a nők után való futkosása, az mind abból fakad, hogy megszerezze, és aztán eldobja, hogy még rosszabb legyen, minél rosszabb. Nem tudom, lehet, hogy passzolni akarod a következő kérdés, majd elválik, de bocsánat, hogy így fogalmazom meg, de a úgymond defektes embereket fogalmazunk így. Ákos, te valamilyen módon mindig olyan erővel tudod színpadra hozni, hogy az, aki a néző itt van, az egyszerűen beleremeg. Honnan veszed te ezt az erőt? Próbálom nagyon alaposan megfejteni a figurák lélektanát és mozgatórugóit. És ahogy az életemben találkozom egy-egy alakkal, nagyon pontosan megfigyelem. Gyerekkoromban is rendkívül sok ilyen a létezés alján élő embert láttam és tapasztaltam. A saját családom is nagyon komoly tanulmányokat szereztem erről, és igazából így, ha ez megfogalmazódik bennem, hogy milyen ember is ez a Huber, akkor már össze tudom rakni a mozaikokat az életem során tapasztaltakból, és talán az az adottság, hogy amit kaptam, az képessé tesz, hogy meg is tudjam jeleníteni és összefoglalni, és akkor valóban elementáris hatással tud lenni. Nehéz. Nagyon nehéz. Minden este egy ilyen
alakba belebújni, illetve egy ilyen lélektől.